Magyar Fotográfia Napja alkalmából szervezték meg a kiállítást, amin azok a fotók fognak szerepelni, melyek különböző látószögben mutatják be Dombóvárt. Ennek az alapja egy Facebook csoporton már folyó, gyakorlatilag egy, nem is tudom, sorozatnak mondanám, másképp című sorozat, ami gyakorlatilag egy Dombóváról elszármazott kedves barátunk Páfalvi Józsefnek volt az ötlete, akivel egy baráti beszélgetés közben arra jutottunk, hogy gyakorlatilag nagyon sok kép forog ebben a csoportban is, meg más Dombóvára kapcsolatos csoportokban is, viszont nagyon gyakran ismétlődnek ezek, ugyanazok az épületek, ugyanazok a természeti adottságok, gyakorlatilag ugyanabból a nézőpontból, és ő javasolta, hogy mi lenne, hogyha valami, lenne valami gigszer ezekben, valami más látószög, valami más, valami egy kicsit kreatívabb. És én akkor így magamra vettem ezt a javaslatát, és ahogy jártam, keltem ugye itt Dombóváron, akkor észrevettem magamon, hogy milyen jó, hogy ezt ő nekem súgta, és hogy teljesen máshogy néz az ember körbe azon a helyen, ahol él. És én nagyon inspirálódtam ettől az ötlettől, és egyre gyakrabban előkaptam a telefont, és hát mindenféle szakmai tudás nélkül, saját kényemre, kedvemre készítettem ezeket a kis képeket, amiket aztán ebben a bizonyos csoportban mindig meg is osztottam. És sőt, voltak, akik aztán ők maguk is elkezdtek nekem ilyet küldözgetni, azt is kitettem, és akkor úgy éreztük, hogy mi lenne, hogyha megszólítanánk a dombóváriakat. Ez történt most meg a nyár elején. Felhívást tettünk közzé, azzal a megkötéssel, hogy valamilyen módon másképpen készült dombóvári felvételeket várunk, akkor és gyakorlatilag semmilyen megkötésünk nem volt, annyi, hogy maximum 3 képet küldjön be egy jelentkező, és nagy meglepetésünkre és nagy örömünkre igen sokan jelentkeztek, tehát itt a nyári uborka szezonban ez nagyon nagy meglepetés volt számunkra, hogy itt aktivizálódtak a dombóváriak, és küldtek igen sok képet, most ugye per pillanat a zsűri pont most pontozza és fogja eldönteni, hogy ezek az amatőr és profi képek, ezek hogy állják meg az ő elvárásaikat, és hát, hogy ki lesz a nyertes. Csak a kiállításon fog kiderülni, hogy kik a helyezettek. Tehát mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, akik vették a fáradtságot, beküldték, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy ők maguk is profitáltak abból, hogy más szemmel néznek a városra. A pályázat díjkiosztójára és a nyertes képek kiállítására a Magyar Fotográfia Napján augusztus 29-én ünnepélyes keretek között kerül sor a Művelődési Ház előtermében.